Vágyott már arra, hogy egy időgépbe ülve tisztánlással jövőt? Hogy tudja, mit kell most tennie és mit kell elkerülnie ahhoz, hogy hosszú távon elégedett és sikeres legyen mind szakmailag, mind a magánéletében. Gondolt már arra, hogy jelenbeli döntései milyen hatással lesznek jövőbeli kilátásaira? Ha igennel válaszol ezekre a kérdésekre, akkor jó helyen van. Ez itt a Future Talks, a Trade Magazine Business podcastja, én pedig Krizsó Szilvia vagyok. Műsorunkban ismert és elismert üzletemberekkel, tudósokkal és szakértőkkel hozzuk közelebb a jövőt. Tartson velünk! Tari Anna Máriával, aki pszichoterapeuta, pszichoanalitikus a vendégem, fogok most beszélgetni. Szia Anna Mari, nagyon örülök, szia, hogy itt vagy, és azon gondolkoztam, hogy ha nem is én, bár simán lehet, hogy majd én is, de hogy 20-30 év múlva szerinted mivel fognak a legtöbben megkeresni akár téged, akár a kollégáidat? Szerintem szorongással, étkezési zavarokkal, közösségi médiától való iszonytató függéssel, és az e köré csoportosítható addikciókkal, és remélhetőleg nem lesz sok, de azért az izolációval kapcsolatos nehézségek, szeparációs szorongás az valószínűleg még erősebb lesz, mint most. Ezt azért mondom, mert 20-30 év múlva, hogyha valamit nem csinálunk, és továbbra is ennyire fontosak lesznek az okos eszközök az életünkben, és továbbra is úgy élünk, hogy a legriasztóbb dolog az a csend és az önmagunkban levés, és mindig kell körülbelül 15 másodpercnyi üres járat után elő kell kapni a telefont, rögtön meg kell nézni rajta valamit, hogyha ezen nem változtatunk, nem szedjük le a telefonról a közösségi médiákat, és hagyjuk az otthoni gépre, tehát nem vesszük vissza az életünket, akkor még jobban elmondható majd az, hogy pórázra kötött ének élik az életüket, és a póráz az a digitális információ, technológiai eszközök, applikációk és szoftverek kezében van. Hát mondjuk azért nem festette egy túl rózsás jövőképet, abból a szempontból, meg biztos, hogy nem, hogy én szerintem az totál elképzelhetetlen, hogy 20-30 év múlva majd kevésbé lesz a kezünk ügyében a telefon, mert akárkivel beszélgetek ebben a podcastban, mindenhol az jön elő, hogy a digitális forradalom az olyan szintű lesz, hogy gyakorlatilag a telefonunkkal már fizetni fogunk tudni, mert lassan azzal fogunk együtt aludni, effektíve mindent el fogunk tudni intézni a saját négy falunk között, tehát nem lesz szükség még talán arra se, hogy kimozduljunk otthonról, és hogy minden abban az irányba hat, hogy minél inkább a technológia legyen az előtérben. Igen, csak én hiszek az emberekben. Igen? Na, igen. Ez azért jó hír. Hiszek az emberek józan paraszti eszében, meg abban a menekülési ösztönben, ami egy idő után csak kihajtja az embereket a négy fal közül, és az érintő képernyő mögül, vagy felől. Én nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy szeretjük azt gondolni magunkról, hogy 21. századiak vagyunk, és a kiábrándító hír az, hogy a személyiségünk és a központi idegrendszer működése egy az egyben 20. századi lassú ütemre van kalibrálva, nem tud gyorsabban működni, ami nem az agy plaszticitására vonatkozik, mert nagyon gyorsan alkalmazkodik tulajdonképpen a neuronrendszerünk, meg ezek a szisztémák az új helyzetekhez, de ami az ember attitűdjét illeti, az bizony eléggé azért tulajdonképpen múlt századi, és én szerintem amennyi mainstream médiában megjelenő hírben azért csak ott van a lassulj le mozgalom, a vonulj ki a városból, a csinálj magadnak valamit, legalább három cserép zöld legyen az ablakpárkányodon, menj el kirándulni, mert ha csak ipari, már mint ilyen, mondjuk így elektronikus környezetet látsz magad körül, akkor nagyon rosszul jársz, muszáj zöldet látni ahhoz, hogy azt érezd, hogy igazán élsz, és lelki egyensúlyod jó legyen. Szóval ezeket az emberek egy idő után szerintem meg fogják hallani, és amikor először van az, hogy igazán rosszul érzik magukat a bőrükben, azért csak csinálnak majd valamit. Igen, de ez nem lehet, hogy egyébként ez abban az értelemben is generációkülönbség, hiszen te nagyon sokat foglalkozol a generációk közötti különbség, és ezt egyáltalán hogy lehet kezelni, hogy azért a fiatalokon egyáltalán nem azt látja az ember, hogy ők 20. századiak lennének, hanem azt látod, hogy pörögnek, hogy gyakorlatilag le se jön se a fülükről, se a kezükből a telefon, hogy egyébként
ha már itt tartunk, az én kislányom olyan gimnáziumba jár, ahol eleve online oktatás volt már akkor is, amikor az offline térben, tehát hogy nekik nincsenek tankönyveik, hanem számítógépen keresztül szedik be az információkat, és azon keresztül, tehát hogy mintha a fiatalok világa, az egy teljesen más világ lenne, mint amiben mondjuk mi vagy a nálunk idősebbek szocializálódtak. Ez így van, csak a jó hírem az, hogy mindenki öregszik. És akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ez így van, amíg 25-30-ak. Aha. Nézd meg most egy 40-hez közelítő Y-generációst, valószínűleg, hogyha figyel az életére, már nincs a telefonján Facebook. Aha. Valószínűleg, ha figyel, akkor megpróbál hétvégén már hétvégét csinálni, tehát nem nézni például e-maileket. Nem nézni gépet. Nagyon nagy váltások vannak a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik X-nél, amikor azért az élet fontossága, a társas kapcsolatok, azok egyszer csak mégis csak oda kerülnek, ahol igazán a súlyuk van. Itt a fő probléma nyilván mondjuk 30 alatt van, vagy 20 alatt, ahol most egy fél vagy háromnegyed bolygónyi tinédzser hiszi el, hogyha nem tartozik ebbe a grupba, akkor ő egy neandervölgyi ősember, aki nem tud mit csinálni. És pedig ez nincs így, mert ez pusztán egyébként, én úgy fogalmaznék analitikusként, pusztán arról van szó, hogy ez a negyedik ipari forradalom. Aha. A számítástechnikának, vagy az információ technológiának egy olyan forradalma, ami nyilván hoz majd az orvostudományban zseniális dolgokat, a mesterséges intelligencia és a tanuló algoritmusok és a minden az iszonyú jó dolgokat fog hozni gyógyításban. De emellett az, hogy az életben az általában vett applikáció használat, az milyen lesz, mennyire engedjük be, mennyire tartunk meg nem is feltétlenül 20. századi dolgokat, tehát nem kell rétes tisztával meggyúrva szaladgálni a nagy asztal körül, mint azt nagyanyáink tették, de hát azért mégis annak a megtartása, hogy printeket olvassunk, hogy komoly zenét is tudjunk hallgatni, hogy folytassunk valódi beszélgetéseket, azt fontos lenne megtanítani nekik, mert azért szerintem senkit nem lepek most meg, az információ technológia, ez egy iszonyatosan jó üzlet. Hát mindegyikünk elhiszi, hogy 4 havonta frissíteni kell a mindent, és fél évente le kell cserélni a telefonodat, különben látszik, hogy egy lúzer vagy, aki nem erre A nem telik, B azt se tudja, hogy mi a trend. Szóval ugye, mi úgy beálltunk ebbe a bolyba, hogy öröm nézni, és hát most mondhatnám, hogy nyilván az a menő, akinek gombos telefonja van, hát nincs neki. Szóval ha divat, trendek, és hát nyilván ez egy nagyon erős csoportnorma, ami mindenkire hat. De ha mondjuk meg tudjuk értetni a 20 éves kor alatti mondjuk gyerekek vagy fiatalok szüleivel, hogy vannak nagyon fontos kutatási eredmények, amik szerint ezekről a trendektől jobb lejönni, mert boldogabb felnőtt kora lesz a gyerekének, akkor szerintem azért az egy elég fontos üzenet. Az a kérdés, hogy ha meg lehet őket győzni, akkor te miért gondolod mégis azt, amikor az elején kérdeztem, hogy milyen problémákkal fognak a legtöbben hozzád fordulni, akkor behoztad a szeparációs szorongást, ezt az izolációt, ami nyilván abból is adódik, hogy most minek menjek, hogyha egyébként az online térben is ugyanúgy tudok én kapcsolatokat építeni, vagy éppen leépíteni. Eleve hoztad a szorongást, tehát hogy akkor mégiscsak van valami, amitől lehet tartani, hogy nem annyira könnyen meggyőzhetők. Remélem, hogy ennél azért könnyebben meggyőzhetők, de a másik része az nem is annyira az információs korral függ össze, mint azzal, amit már a 80-as években a pszichoanalitikus szakirodalom is leírt, hogy ahogy a kapitalista jellegű társadalmakban a gazdasági kényszer, a pénzszerzés fontossága, az elkezd mindent felülírni, és azt gondolod, hogyha pénzed van, akkor vagy valaki, ha meg nem, akkor hát nézzél már magadra. Ugye akkor egyszerűen az fog történni, írták le, hogy a társadalom individualizálódik és atomizálódik, aha, ami szintén most olyan, mint egy ilyen rettenetesen szomorú beszélgetést folytatnánk, de hogy nem, ezek olyan tények, ami egyébként bekövetkezett, hogy az emberi társadalmakban bizonyos közösségi működés vagy csoportműködés az tényleg eleltűnőben van, és nem is biztos, hogy tartunk már annyi házi bulit, mint nagyon régen, és nem is biztos, hogy találkozunk annyit, és lehet, hogy a karácsonyaink és a születésnapok is, amiket megtartunk, sokkal szűkebbek, vagy
vagy lehet, hogy el is marad, már nem is akkor van. Szóval, hogy ugye szépen látszik, hogy valahogy beolvadt az új trendekbe ez a fajta közösségi élet deficit, és hát nyilvánvalóan ez akkor ahhoz vezet, az individualizálódással, hogy az önigazolás mentén ezt így meg is erősítjük, ezt most olyan egyszerűen fogalmazom, mondhatni pongyolán, hogy nem baj, de ez az én életem, én csinálom ezt úgy, ahogy akarom, és azt azért tudnunk kell, hogy minél inkább narcisztikus megközelítésű az élettel szembeni attitűdünk, annál inkább van nagy esélyünk arra, hogy izoláltan élünk, aha, mert hogy ez nem a legszimpatikusabb viselkedés. Ugye az, hogy korunk hőse ma az az ember, aki nem bejönni a kétszárnyú ajtón, mert ekkora az arca, az ma úgy tűnik, hogy egy trendi alak, de egyébként már 20 évvel ezelőtt se kedveltük volna úgy egyébként a társaságunkban, mert önhit, de hát közben meg Jean Twenge leírja a társadalmi narcizmus járványt egy olyan 6-8 évvel ezelőtt, hogy ez a bizonyos individualista trend, ez előhozza ezt a fajta azért társadalmi narcisztikus működést, mert erre az emberek így kvázi rátanulnak, hogy ezt így kell működtetni, tehát ez nem egyenlő a klinikai narcisztikus működése, de pont elég ahhoz, hogy az emberek, ha nem érik el a vágyott céljaikat, mely nagyon közelinek látszik, és pedig nem ott van, akkor azért elég hamar idegesek, frusztráltak vagy szorongók lesznek. Aha. Így amikor 10-20-30 év múlva, vagy mondjuk 30 év múlva azt vélelmezzük, hogy milyen típusú mondjuk kórrajzok lesznek, akkor én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy most is, már a döntő többségében ilyen-olyan szorongások lesznek leírva. Tudod, mivel leptél meg nagyon? Amikor azt mondtad második helyen, hogy az étkezési zavarok. Aha. És én tényleg azt látom, hogy valahogy ez egyre nagyobb teret kap. Nem tudtam eldönteni azért, mert az ember többet olvashat róla, tehát hogy gyorsabban terjednek a hírek, vagy valóban ez is kvázi tényleg egy idézőjelben járványszerű valami, ami most már egyre többeket érint. Inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy jelen pillanatban, ha itt most kifejezetten egy erre szakosodott pszichiáter kollégám ülne, lehet, hogy ő azt mondaná, hogy nem tudom én, a 100 000-re vetítve 1% vagy 2% az annyira nem nőtt, de az biztos, hogy a szubklinikai állapot, tehát amikor még nincs igazi tünet, de már látszik, hogy például egy tinédzser lány nem elégedett, vagy egy fiatal nő nem elégedett, vagy egy 40 pluszos nő már forgolódik mióta, mint egy szélkakas a tükör előtt, mert minden baja van, akkor annak az eredménye azért jóval magasabb, mint régen. Aha. És egész más időszakban indul. Oka ennek az, hogy a közösségi média például kifejezetten a nőkre azért káros, mondják ezt amerikai és angol pszichológus kutatók, mert a nőknek a közösségi média felületeken folytatott folyamatos összemérés és rivalizálás, az kifejezetten negatívan hat az önértékelésére. Aha. Ehhez vegyük hozzá... Jobban hat a nőkre, mint a férfiakra? Jobban, igen. Aha. Egy férfi attól azért annyira nem lesz rosszul, hogy lát egy olyan pasit, akinek nem tudom, kockás a hasizma, és még az összes plusz szálhaja megvan, vagy nem tudom én. Egy férfi akkor azt mondja, hogy na jó van, és akkor keres valakit a haverjai közül. Egy nő, ha meglát egy nagyon szép nőt, ekkora derékkal, meg nem tudom én mi az összes ízével, ami kell, akkor azért két dolgot tehet. Ha a helyén van a lelki egyensúlya, akkor megpróbálja eltolni az önigazolás és káröröm irányába. Ugye ekkor látjuk azt, hogy az van, hogy fú, az a nő nagyon okos, de azért nézd már meg, hogy néz ki. Vagy az, hogy de jól néz ki, és akkor hát nyilván kettő darab neuron van a fejébe. És ugye milyen akkor... bosszantom, amikor egyszerre szép meg okos lenne. Igen. De szóval, hogy ez a mérleg, ha nem sikerül így beállítani, akkor a nők többségének ez a rivalizáció mérhetően rontani fogja az önértékelését, mert a valakikhez képest mindig csúnyábbnak, rondábbnak, dagadtabbnak, butábbnak, nem tudom én milyenebbnek fogja magát érezni, és akkor ehhez vegyük hozzá azt az influencer tömeget, amelyik most egyébként az egészséges életmód jegyében, ugye egyre több fit guru van, aha, ugye a fitness nagyon működik, ez iszonyú jó applikációk vannak, gyönyörű fitness edzők vannak, akik azt mondják, hogy
különösen 14 és 30 között, hogy járjál el edzeni, és töltsél fel képeket magadról. És akkor azt azért már látják a pszichiáter és klinikai pszichológus kollégák, hogy aha, hogyha 16, 18, 20, 25 éves korodban elkezdesz magadról sorozatfotókat csinálni, hogy hogy hat az edzés, fogytál-e 20 dekát, 2 kilót, nem tudom, van-e már hasizmod, izézi, akkor egy idő után, ha elégedetlen vagy, akkor ezek a fotók, amiket önmagadról csinálsz, ezek valójában tárgyiasulnak, és önmagadra úgy tekintesz, mint egy tárgyra, ráadásul egy olyanra, ami nem tetszik, aha, és akkor ez érzelmileg elkezd távolítani saját testképettől, és rossz esetben a saját énképettől. Így mondjuk az a minimum, amit lehet ajánlani, hogy normális alakú nőket kell nézegetni, és saját magáról az ember ne csináljon már egy héten 35 szelfinnél többet a tekintetben, hogy most hat az edzés, vagy nem hat, mert hogy ez a folyamatos monitorozás is rosszat tesz. De az egész fitness testkép rivalizáció és összemérés, az már 5 évvel ezelőtt megmutatta az eredményét abban, hogy ez lecsúszik 9-10 éves kislányok szintjére, és már ott a női elvárásokkal tekintik önmagukat a tükörben, hogy nem szép, hogy kövérkés, pedig hát akkor még a babaháj van ott, még nem kell gyönyörűnek lenni, nem kell nőiesnek lenni, nem kell sminkelni, nem kell darázsderekú ruhákat hordani, de hát ennek megvan az eredménye, mert már pár évvel ezelőtt az egy szakirodalmi adat volt, hogy régen az anorexia nervóza 15-16 éves életkorban indult, ma meg 9 éves Angliában a legfiatalabb anorexiával kezelt kislány. Ez egyébként elképesztő, mert ez ugye, tehát, hogy ebből azért az is következik, hogy valamilyen szinten a szülőket is edukálni kéne, mert hát nyilván oké, hogy van egy korosztályi hatás, de hogy valahogy, amit otthonról hozol, az nyilván kéne, hogy valahogy hasson az önértékelésedre. Így van. De nem hat ezek szerint, tehát hogyha csúszik lejjebb ez a korhatár, mondjuk 9 év, tehát ez rémisztő, mert az egy kislány. Hát persze. És egyébként azt látom, hogy a 10 éves gyerekek úgy néznek ki, mint a 20 évesek, igen, lennének, igen. Tehát hogy az ember már be se tudja lőni adott esetben, igen, az életkorukat. Ez az egyik nagy problémám nekem, számtalan publikációban leírva. Ezért nem szeretem én az információ technológiának a közösségi média ágán, mert egy csukló mozdulattal elvette a gyerekektől a felhőtlen gyerekkort. Hát az információs kör előtt egy 10 évesnek pont 10 évesnek kellett kinézni, nem pedig 21. Nem kellett megtanulni satírozni a szemét, és nem kellett centivel nézni a derékbőségét, mert pont egy 10 éves gyerek volt, aki még azon gondolkozik, hogy kaphat egy csokit vacsora után. Szóval, hogy az egy ilyen fontos dolog, hogy egy gyereknek legyen már nyugodt gyerekkora, és nyugodt tinédzserkora 18 éves korig, amúgy is egy csomó dolog történik ott. Most pedig azt látjuk, hogy ugye 5-6-7-8 éves korban már hálózatba, szerveződbe, folyamatosan csoportnyomás alatt vannak, illetve ugye bizonyos életkorokban a kortárs csoport befolyása amúgy is erős lenne, az online csoport befolyása, meg aztán valójában ilyen protokollszerűen iszonyat erős szabályként működik. És hát ez nagyon, nagyon nehéz helyzet egy szülőnek, aki A. erről nem tud, B. ha tud, néha abszolút érthető módon saját szülői tudattalan képének a megerősítéseképpen bagatellizál, és azt mondja, hogy ó, hát azért sokan csinálják, nem olyan vészes ez. Vagy ha ott van egy rossz helyzet, az én gyerekem úgyis okos, majd kivágja magát, és nem tudja. És akkor jutunk el oda, hogy az online csoportnyomás, az elvárások együttese, az úgy történik egyébként, hogy noha az internetet a legszabadabb dolognak gondoljuk, azért 10 éves kortól fölfelé, pláne a gyerekek a saját csoportjaikban úgy léteznek, hogy azt egyébként lélektanilag úgy hívhatnánk, hogy heterogén moderálatlan csoport. Aha. Tehát sokan vannak, sokféle személyiséggel, nincs felnőtt, aki azt ott kanalizálná, a feszültségek nőnek, mert ez az az életkor, és akkor nem is lehet ezzel mit kezdeni, és akkor ott egymásnak elindul ugye mindenféle online zaklatása. Ebből az következik, hogy ami az online térben történik, nagyon nagy súlyú lesz. És akkor egy szülő tényleg nem tud mit tenni. Megéltem, hogy én ugyan felnőtt szakos vagyok, de az előtt állt, hogy egy előadás után odajött hozzám egy anya, és hozta a 14 éves lányát, olyan szép volt, mint a nap.
Hát azzal a 14 éves fejjel. Ugye? Tényleg nagyon, nagyon durcásan nézett, és akkor az anyukája ott kéztördelve mondta, hogy milyen szép, mert én hiába mondom neki, hogy milyen szép, és akkor én is ott álltam, és tényleg, mint egy ilyen, nem is gondolkoztam, és mondtam, hogy de tényleg nagyon szép vagy, és akkor láttam, hogy most komolyan mit csináltam? Ugyanazt csináltam, mint anyukája. Megpróbáltam kicsit nagyobb fajsúllyal azt mondani neki, hogy hidd már el, és akkor ő rám nézett, és tudtam, hogy ó, hát ez azért nem így van, és mondta, hogy nem. Nem tudod meggyőzni, egyébként a saját hitével szemben nagyon nehéz meggyőzni másokat, ez nem? Tehát, hogy ez... Igen. Igen. De egyébként olyan érdekes, amit mondasz, mert ugye mondod, hogy ugye mondjuk például az anorexia is ugye lejjebb ment, és hát ez a, tényleg rémisztő ez a 9 éves korhatár, de hogy egyébként nagyon sokszor, én nekem nagyon sok vitám van barátokkal, hogy mik azok az életkori sajátosságok, amik normálisak, meg mik azok, amik nem normálisak, meg hogy tényleg hogy öltöztessük a gyereket, meg hogy szerintem 11-2-3-4 évesen nem kell sminkbe iskolába menni, szóval nekem azért vannak ilyen erős konzervatív... Múltszázadi vagyok, és tényleg. De hogy akkor mindig az az ellenér, hogy jaj, Szilvi, de hát ez most már egy új világ, és most már hamarabb érnek a gyerekek, és most már minden hamarabb következik be, és akkor így ezzel nem tudok vitába szállni, mert én is azt látom, hogy egyébként igen. Hát pedig tulajdonképpen egyébként nem. Tehát nem érnek hamarabb. Úgy látszik. Aha. Tehát az, hogy külső attribútumokban, vagy hogy ne beszéljek ilyen rondán, szóval, hogy a külső szignálokban ők szintén egyébként különféle trendcsoportnyomásnak engedelmeskedve elkezdnek hamarabb nőiesedni, az nem jelenti azt, hogy a személyiségük gyorsabban is érne. Pont ezt mondtam, hogy a múlt századi személyiségünkkel próbálunk itt szaladgálni. Igen, de mondjuk az, hogy hamarabb menstruálnak a lányok, mint mondjuk, mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt, az már talán tényként lehet kezelni. Az, hogy hamarabb látom, hogy nő a mellük, mint mondjuk a mi korunkban, azt is inkább azt mondom, hogy hát ezt tényleg látom, szóval azért a szememnek azért hiszek. Persze, de nagy csoportban, én ilyen típusú nőgyógyászati kutatásokat nem néztem, az lehet, hogy van némi akceleráció, aha, mondjuk a hormonális rendszer érésében, aha, de hogy a pszichésben nincsen, az egész biztos. Aha. Tehát, hogy pont az lesz a paradoxon, hogy egy 15 éves lány, aki ki tud nézni 23-nak, annak egyébként pont a felgyorsított látszólagos érési folyamatai miatt a lelkében van egy 8 éves ilyet kislány. Aha. Szóval, hogy az a baj, hogy egy ilyen nagyon nagy amplitúdóval lehetne lerajzolni azt, hogy hova tud szánkázni az életkoruk potmétere, attól függően, hogy milyen helyzetbe kerülnek. És én ezt gondolom a jövőre nézve az egyik legsarkalatosabb dolognak, hogy amikor a hozzám hasonlóan sok ilyen szempontból középutas kutató mondja azt, hogy azért kell az okostelefon közösségi médiával vigyázni, hogy egy gyerek nagyon sok face-to-face interakciót lásson, tudjon megtanulni ilyenekben beszélgetni, legyen képes arra, hogy fölismer egy kontextust, hogy átlátja, hogy kik vannak ott, mit beszélnek, miért azt mondta, hogy kell köszönni, hogy tudok megoldani egy helyzetet. Most azt mondjam, hogy hello, és vicceskedjek, vagy nem, ha probléma van, lássam át azt a problémát. Ez a kontextus felismerés, ez ugye most nagyon-nagyon csúszik, és nemrég láttam, hogy van az ELTE-nek egy alfagenerációs kutatólaborja, és zseniális vizsgálatokat csinálnak, és nemrégiben publikáltak egyet, hogy hogyan változtatja meg a 2010 után születetteknek a mondjuk így a gondolkodását, egész egyszerűen a gondolkodását az érintő képernyő és mondjuk a játékok. Aha. És akkor ott a Quibiten jelent ez meg, ez a cikk, nagyon okos, ajánlom mindenkinek az oldalt is megedni, hogy a gyerekeknek lerajzolnak egy olyan napot, amely egyébként csillagokból áll, és hagynak egy gyerekcsoportot játszani 5 percig valamilyen online játékkal, vagy pedig társasozhat, akkor az van, hogy aki 5 percig játszott, az már azt mondja, hogy csillag, és nem azt mondja, hogy nap. Tehát, hogy azonnal elvész a globális látásmód, és átveszi a helyét
a részlet megfigyelés, ami ha tartósan így marad, akkor az azért egy mégiscsak elég komoly változás, mert ugye a kutatók azt írják, hogy ez mondjuk nagy általánosságban annyit jelentett, hogy akkor, hogyha ez egy ilyen napi több órányi ilyen elfoglaltság, akkor a gyerek fiatal, még erre fogékony központi idegrendszere beáll, és akkor ő egy részletelemző lesz, mint mondjuk egy mérnök, de a globálisak, mint a gondolkodók, a művészeti ágak, stb., ahol muszáj, hogy átlásd a helyzeten, az akkor szép lassan meg fog változni, per el fog tűnni, per egyre kevesebben fogják csinálni. És én azt gondolom, hogy ha van egy eszköz, és azon van egy csomó játék, és tudjuk például, hogy van egy ilyen hatása, akkor az teljesen szerintem egy indokolt attitűd lehet egy szülő részéről, hogy átgondolja, hogy akar-e ekkora változást a gyereke életében úgy, hogy nem tudja megváltoztatni majd, ha ez már kialakult. Ugye az az érdekes, hogy nagyon sok szülő ugye azt látott, hogy tényleg felgyorsult a világszám, és ilyen közhelyeket lehet pufogtatni, de tény is való, hogy nagyon sokszor azt mondják, hogy hát legalább addig se rosszalkodik, itt van a kezébe ez a kis izé, hát látjuk a gyakorlatilag másfél, két-három éves gyerekeket, és az a büszkélkednek a szüleik, hogy jaj, de ügyesen kezeli, már most már játszani tud. Tehát, hogy effektív ez olyan kiskorban elkezdődik, hogy utána már nehéz azt mondani, hogy na de nem tudom, kisfiam, ma már nem beheted a kezedbe, mert hozzánő a kezéhez. Ez így van, ezért én például nagyon örültem neki, amikor múlt héten olvastam, hogy az olasz kormány úgy döntött, hogy elővesz egy márciusi törvénytervezetet, amiben 2 éves kor alatt megtiltja az elektronikus eszközök használatát, 2 és 4 éves kor alatt maximum, azt hiszem, napi 20 percben limitálja, 4 és 6 között napi fél óra, és akkor így megy föl 12 éves korig, azért, hogy a gyerekek központi idegrendszere ne fejlődjön másképp. De és akkor szankcionálják mondjuk azt a szülőt, aki megengedi, hogy mert azt ugye nem látják, hogy igen. Egyébként mondjuk azt nem látják, hogy otthon, de mondjuk a közösségi terekben láthatják. Hogy... Gondolom, hogy szankcionálják. Aha. És most nem akarok nagyon szigorúnak tűnni, de az mondjuk így a kutatók 3 éve tudják, mert nagyon halkhangú gyerekneurológusok azért szoktak ilyen cikkeket publikálni, hogy 2 éves kor alatt, ha egy gyerek napi 10 percnél több érintőképernyőt néz, akkor a koponyáján belül az agyában a fehér állomány másképp fejlődik, másképp barázdálódik. Hát most én komolyan nem értem, pedig van, hogy évi 110 előadást tartok ebben a témakörben, hogy milyen furcsa, nem, hogy lehet tudni, hogy ez egy akkora változás, hogy nem igaz, és hogy azért kicsivel több szülőt érdekelhetne, hogy a gyereke agya másképp fejlődik, és még így is működik ez a odaadom neki, akkor legalább csöndben van, sőt az is működik, amikor egy szülő elájul a gyönyörűségtől, mert valóban egy 18 hónapos gyerek simán megcsinálja már, hogyha megkaparint egy működő telefont vagy működő tabletet, akkor fölismeri a YouTube ikonját, arra rákattint, elindítja, megkeresi a kedvenc rajzfilmjét, mert felismeri, elindítja, sőt egyszer egy anyuka mondta nekem boldogan, hogy a gyerek azt is tudja, hogy hol van a nyelvválasztó, és átteszi magyarról angolra, és hogy szerintem be kéne iratni korai fejlesztőbe. Én megmondtam, hogy atya, úristen, tehát, hogy inkább hagyni kéne gyereknek lenni. Mert hogy ezeket azért tudja megcsinálni, pláne ilyen préverbális korban, tehát amikor még nem beszél, mert felismeri az ikonokat, tehát pont ez a csapdája az egész okos eszközrendszernek, hogy nagyon jól kitalálták az ikonos, mondjuk így, vizualizációt, és azt a fajta elrendezést, ami nagyon logikus, tehát egy másfél éves baba el tudja indítani, és végigviszi a folyamatot, akkor miért gondoljuk azt, hogy baj lenne, ha valaki ezt 14 éves korba kezdené, ha egyszer ilyen piszok könnyű. Egyébként nagyon érdekes volt nekünk egy korábbi beszélgetésünk, biztos emlékszel rá, amikor arról beszéltünk, hogy ez a Social Dilemma film, ami ugye a Facebook és az egyéb ilyen nagy tartalom megosztók meg közösségi média működéséről szól, hogy mennyire manipulál minket, felnőtteket is egyébként, akik sokszor ennek tudatában sem vagyunk. Igen. De hogy én azt sose fogom elfelejteni, amikor én beszélgettem egy olyan csatornának a tulajdonosával, kitalálójával, aki azt mondta, hogy ők ugye gyerekekre specializálták magukat, náluk 2 éves a megcélzott korosztály, hiszen fogyasztói társadalomban élünk, tehát 2 éves korban elkezdjük szocializálni a gyerekeket, hogy akkor azt szeretnéd, meg amazt szeretnéd, tehát hogy ebből a szempontból valószínűleg a fogyasztói társadalom áldozatai
vagyunk mind annyian, anélkül, hogy ezt észrevennénk, és a gyerekek effektíve, mint egy ilyen célcsoport vannak kitéve a mindenféle hirdetéseknek, reklámoknak, és a többi, és igen. a többi. Igen, de azért mondjuk, hogyha vannak kutatók, akik erre figyelmeztetnek, akkor ugye lehetne néha arra figyelni. Úgy értem, nem rám, hanem hogy azért egy ember felnőttként, pláne ha már gyereke van, hozhat felelős döntést a saját életét illetően. Szóval az egy nagyon nagy dolog, amikor valaki képes önálló cselekvésként megvalósítani valamit, ahogy szeretne élni. Tehát az, hogy mennyire és milyen médiát fogyasztunk, és azt, hogy engedjük be az életbe, ott már az amerikaiak se viccelnek, mert Jean Twenge is azt ajánlja, hogy az egyik legnagyobb ilyen kutató, és 11 milliós mintán dolgozik, tehát nem üres hipotéziseket ír le. Tehát ők például azt ajánlják, hogy ma egy 21. századi családnak média stratégiát kell alkotnia, pont mintha ő egy média cég lenne, hogy üljenek le, döntsék el, hogy ki milyen eszközt fog használni, hány éves kortól, mit engednek meg, mit nem, milyen szabályok lesznek, amiket nagyon betartanak, pont azért, hogy ne csúsztanak félre nagyon fontos érzelmi dolgok, és jussunk el oda, amit ugye Sherry Turkle mond, hogy mindannyian együtt vagyunk, piszok egyedül. Ez ugye az a szeparációs szorongás, ami pont a másik ilyen ága a nehézségeknek, hogy a hiperkonnektivitás, hogy bármikor bárkivel kapcsolatba tudsz kerülni, egy percet nem kell egyedül lenned, ez is egy elég nagy csapda, mert az ember egyik legfontosabb képessége a szeparációs szorongás tűrése, hogy tudjon egyedül lenni, tudjon gondolkodni, ne az legyen, hogy csak valakire, valamire csimpaszkodva tud létezni, mert az a legnagyobb probléma az életben, hogyha nem tudsz önmagaddal valamilyen érzelmi viszonyban és nyugton lenni, mert akkor mindig másoktól fogsz függeni. Olyan érdekes, hogy az ember tényleg ezt úgy hallana, és órákig, és akkor próbálna belőni, hogy na vajon én ebben mennyire vagyok tudatos, és ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor semennyire, tehát jó, bizonyos elveket az ember lefektet, és próbálja magát tartani. Ezért biztos, hogy rajtam is elég sűrű látja a kislányom, hogy a kezembe a telefon, mert nem tudom megállni, hogy ne nézzem meg, hogy az elmúlt 5 percben történt-e valami a világban olyan esemény, amiről nekem feltétlenül te kell tudnom, de most azonnal, tehát hogy ebből a szempontból azért ez egy nagyon nehéz önkorlátozás, ha úgy tetszik. Nem régiben mondtam egy előadáson, hát így néztek rám, hogy vajon meg tudnánk-e csinálni, hogy péntek délután 3-kor vagy 4-kor, kikapcsolunk mindent, hétfő reggel 3:48-ig. Jó, mondjuk lehessen tévét nézni, meg rádiót. Szerinted visszamenni a 20. század végére, hogy tudunk-e még magunkkal valamit kezdeni okos eszközök nélkül? Hogy mit csinálunk? Hogy vissza kéne találni? Különben? Én sokszor megcsinálom ezt. Igen. És nagyon sokszor nem könnyű. Más az, amikor én döntök, meg egyszer kiment az internet, de teljesen leégett egy UPC állomás, ott akkor még az. És akkor 2 napig nem volt internet. Az, így, hogy én akkor akartam, és nem az volt, hogy de az nagyon zavaró volt, hogy hogyan lesz most akkor valami is. Én is úgy éreztem, hogy lemaradok a nyilván iszonyú fontos dolgokról. De amúgy törekszem rá, hogy ne nézzek, e-mailt ne nézzek, mert ugye azt már tudjuk, szerintem nagyon sokan átérezzük ezt, hogy olvadt be a hétvége a hétköznapokba, tehát hogy küldünk egymásnak munkával kapcsolatos e-maileket simán szombat este 9-kor, és kicsit így ízélünk, hogy 9:30-kor még nem válaszol este. Abszolút, ez a halál egyébként, igen. Miért nem válaszol? Szóval, hogy úgy... Így érződik is, hogy így belemászunk egymás életébe, mert hogy már ezt tartjuk normálisnak, de közben meg nyilván azt nem lehet megcsinálni, már furán is venné ki magát, hogyha csak okostelefonunk van, akkor nem is telefonálunk, hanem egyszerűen fölmegyünk a barátainkhoz, és becsöngetünk, mint nagyon régen. Ezt ugye ma már alig lehetne megcsinálni. De az, hogy az agyunkat legalább kikapcsoljuk úgy, hogy a készülékeket nem használjuk, azt mindenkinek nagyon ajánlom, mert akkor az agyunk tud egy ilyen restartot csinálni, ami nagyon-nagyon kéne.
Egyébként szerinted hogyan változhat meg a munkavilága? Mert ugye most arról beszélünk, hogy hozzá vagyunk nőve a saját készülékeinkhez, de én azért nagyon sok Tari Anna Mária cikket olvastam, amiből azért, hogyha a generációs különbségekre ránézek, akkor azért az kiderül, hogy mondjuk már a Z generáció, ami ugye ez a 95 és 2010-ig ugye tartozó generáció, és aztán most jönnek majd az alfák, ők már azért nem akarnak belehalni kvázi a munkába, tehát, hogy visszatérünk egy kicsit oda, ami én szerintem különben a normálisabb lenne, hogy nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk egyébként, hogy közben élhessünk is. De hogy vajon az majd megtörténhet-e, hogy ők azt mondják pénteken 3-kor, hogy leraktuk a kütyüket, maximum a barátokkal csetelgetünk, hétfőn vesszük föl, és mondjuk esetleg nem heti 5 napot dolgozunk, csak 4-et, meg mert nem az lesz a fontos, hogy mindenkinek nem tudom, kacsalában forgó kastélya legyen és autója, mert egyébként tönkre megy a bolygó közben. Szóval, hogy szerinted hogy fog ez átalakulni, vagy át fog alakulni, vagy mi, a mi korosztályunk csak rányomjuk majd a bélyegünket a rendszerre, és minden marad úgy, ahogy van. Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. A Z generáció, akik most 20 évesek, szerintem amikor 30-40-ek lesznek, ugyanúgy lehet azért, hogy ezt a közösségi megosztáson alapuló, nekem nem kell autó, majd beülök a közösbe, ezt azért lehet, hogy vegyesen fogadja majd, mert óhatatlanul az, tehát a kapitalista üzemmódban, amikor az van, hogy szerezzél meg mindent magadnak, minél több tulajdonod van, annál klasszabb neked, per közösségi megosztás, az szerintem kicsit nehezen jön össze, de hogyha mondjuk össze is jön, szerintem az inkább az alfa generációra lesz igaz, akik most születnek meg, vagy most 10-11 évesek, akik már meg jobban belenőhetnek ebbe a szisztémába, hogy nem kell nekem saját nem tudom én mi, hanem jó lesz az, hogyha másokkal megosztom, azért, mert ennek van egy másik fontos vetülete, és az pedig a közösségi felelősségvállalás. Azt gondolom, hogy az X generáció, a mostani 50-es korosztály erősen a saját köldökében nézhetne, hogy mit csinál közösségi tereken, és most nem akarok ilyen papolni arról, hogy miért szemetelünk meg, miért dobjuk ki a zsák szemetet különböző természetes helyeken, mert ott nincs is kuka, meg nem tudom, és hogy nem törődünk a másik holmiával, de szóval, hogy azért innen el kell távolodni ahhoz, hogy a bolygót meg lehessen menteni, de az kétségtelen, hogy ami a work-life balanszot illeti, ott már az Y-generáció, tehát a mostani 40-esek indítják azt a folyamatot, aminek eredményeképpen elvileg, ha nem akarnának sok pénzt gyűjteni, akkor föláll a munkaidő végén, és egy percig nem marad. Az Z-generáció, a 20 éves munkavállalók, azok is fölállnak, ha nem, mert akkor az azért van, mert fél a főnökétől, de egyébként velük kapcsolatban inkább talán az a legnagyobb probléma, hogy nem biztos, hogy jól érzik magukat az életben és a bőrükben, mert egyáltalán nem biztos, hogy azon a helyen vannak, amit szeretnének, mert nem is pontosan tudják, hogy mit szeretnének. És nem is pontosan tudják talán, hogy mit kéne, hogy szeressenek ahhoz, hogy jó legyen. És ez azért egy elég komoly, mondjuk így, vízióhiány. És hogy az alfa mennyire lesz egy önmagáért tenni tudó, autonóm, igazi felelősségvállalással jellemezhető valaki, arra nézve azt tudom mondani pszichoanalitikusként, hogy oda kell egy nagyon erős anyuka, meg apuka, aki biztonságosan szeret, támogat, dicsér, hagyja a kísérletezgetést, nem ülteti le a gyereket egy okos eszközzel, hanem azt mondja, hogy menjél ki, bottal piszkáljál békát az árokparton. Ha beton dzsungelben élnek, elmennek hétvégén keresni egy békát. Szóval, hogy megteszi azt, amivel a legnagyobbat tudja nyújtani a gyerekének. Nicholas Carr-nak van egy nagyon, ő nagyon ironizálóan tud írni, ugye az internet, vagy a sekélyesek kora tudott egy ilyen könyvet írni, már a címe is nagyon sokat mond. Igaz egyébként. Hát igen, de hogy ezt ugye sokan kifejezetten ilyen dehonestáló izének élik meg. De szóval, hogy ő írja például azt, hogy milyen remek dolog, ugye, hogy már nem printeket olvasunk, hanem elektronikus könyveket, vagy digitális olvasó, vagy Kindle, vagy izé, de hogy a Google majd digitalizálja a föld könyvtárát.
könyvtárát, és akkor már minden ott lesz, és milyen egyszerű, hogyha úgy megyünk nyaralni, hogy a 20 könyvet vihetsz az egy kis tableteden, és hogy milyen klassz, és akkor hosszan fejtegeti ezt, azzal persze kiegészítve, hogy milyen a szemmozgásod ekkor meg akkor, és hogy nyilván nagyon változó, mert a printet az ember úgy olvas, hogy úgy olvasod, hogy föl is fogja az agyad, digitálisat sokkal gyorsabban olvasol, azt hiszed, hogy fölfogta az agyad, de különben nem. És akkor azt mondja, hogy azért tényleg milyen jó ez a fejlődés, és negyedik ipari forradalom, és akkor ugye azért tippelhetnénk, hogy a jövő elitje kik közül kerül ki? Ugye? Azok közül, akinek a lakásában könyvespolc van. Ennyi. Mert nem azért, mert a múltba révedő párás szemekkel a régi ikonokban hívő, nem tudom én, kik akarunk lenni, hanem mert például a tanulásban a megjegyzés, az emlékezés, a felidézés, a kulturáltság, az intelligencia, a szókincs, hogy vitatkozni tudjál, beszélgetni tudjál, az sajnos printeken jobban keresztül jön. És akkor igen, egy okos családban mindig lesz könyvespolc. És nem hiszik el, hogy az ember, mint ahogy néhány médiában látszik, hogy ugye már 400 karakter van kalibrálva az átlag olvasó, úgyhogy ne legyen benne idegen szó, mert azt se szereti. De megyünk egyre lejjebb. Megyünk lejjebb, igen, létszer. Abszolút. Egyébként tudod, miért ott eszembe még egy dolog, azt meg szerettem volna kérdezni, mert meglepő volt, amikor megjöttél. És arra fog kifutni a kérdés, hogy vajon hogyan lesznek az interakcióink másokkal. Mennyire marad meg, hogy puszilkodunk, hogy ölelkezünk, hogy megsimogatjuk a másik haját, stb. Stb. Itt volt az előző beszélgető partnerem, akivel még nem találkoztál. Ugye kölcsönös bemutatkozás, régen ez úgy volt, hogy kezet fogunk egymásra, jó mélyen egymás szemébe nézzünk, megpróbálunk valamit lefordítani a saját magunknak, hogy ő vajon milyen a kézfogása a szeme alapján, és ugyan nyújtottad a kezed, de már az ő kinyújtott kezét átfordítottad, és ez a nem is tudom, ökölpacsinak, vagy hogy hívják ezt, hogy a kézfejünket érintjük, igen. Te már úgy köszöntél. Igen. És hogy vajon ez most csak azért van, mert most még azért benne vagyunk a pandémiában, és benned van még egy szerintem egészséges félelem, vagy ez már nálad egy olyan automatizmus adott esetben, és most nem csak nálad, hanem adott esetben, akik még nem akarnak ölelkezni. Én például már ebből puszékod, mert nekem már annyira kellett. De hogy vajon mi lesz a jövő ebből a szempontból? Hát ennyiben, meg amúgy is, én azért egy egészségügyi dolgozó vagyok még mindig, és hogy mint ilyen szabálykövető, és mint ilyen, én nagyon örülök neki, hogy elcsendesedett a harmadik hullám, és őszintén hiszek abban, hogy ne legyen negyedik, de azt is tudom, hogy azért még ezekre a dolgokra vigyázni kell, tehát egy vadidegen embernek nagyon tudok örülni, de mit tudom én, hol járt ő a kezével, tehát akkor megy az ökölpacsi. Az, ahogy... hogy mi lesz ebből, szerintem két jó dolog kisülhetne ebből. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy a vírus azt is megmutatta, hogy nem vagyunk sérthetetlenek, hogy tessék, itt van. Bármit is higgyünk magunkról, hogy uralmunk alá hajtottuk a természetet, meg a mindent, úgy lehet a klímaválsággal is tudni, hogy hát azért ez nagyon nem így van, de most akkor meg pláne. Én nagyon szoktam szeretni az őszinte infektológusok és biológusok cikkeit olvasni, aki azt mondja, hogy nem kell 4 percenként röpködni fapadossal, és lehetne vigyázni arra, hogy mit hurcolunk be, és nem kell tobzoskát enni feltétlenül, hogy különlegesek legyünk, vagy legalábbis annak érezhessük magunkat, ami nyilván egy ilyen nagyon szűkített életlehetőséget vet fel. Az, hogy szembe kellene néznünk további járványokkal, vagy vírusokkal, és mennyire tudunk vigyázni, abban szerintem egy tanulási folyamat indult el most, amire nézve szerintem például az egy fontos apróság, ami nem biztos, hogy föltűnt nekünk, hogy a Covid-tól féltünk nagyon, így maszkot hordtunk és kezet mostunk, és nem volt influenza járvány. Tehát például az lehetne, hogy novemberben, decemberben, januárban és februárban, amikor körbefertőznénk egymást így szokásosan, hogy visszavennénk például a maszkot. Tehát, hogy lehetne önmagunkért is, meg a közösségünkért is tenni, és egyben szintén mutatni valamilyen felelősségteljesebb viselkedést. Nyilván mondjuk mi a rendelőben föladunk maszkot akkor, hogyha a páciens úgy érkezik, hogy látom, hogy mindene összefolyik, akkor megkérem, vagy ha hallom a hangján, akkor lehet, hogy még előbb megbeszéljük, hogy ne jöjjön el. De hogy nyilván ennek a fajta tudásnak,
mostantól valahogy, hát ha nem is a mindennapjaink, de mondjuk azért az elveinkbe be kell kerülnie, hogy van ilyen. És aztán, hogy mennyire tudunk változtatni, az egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy megértjük-e, hogy többfelől jöhet olyan támadás, amire nem is gondolnánk. És szerinted mennyire képesek ezt az emberek megérteni? Hát azért neked sokkal nagyobb rálátásod van arra, hogy hogyan is működnek az emberek valójában. Már csak a maszk használat, tehát, hogy én mindenkitől azt hallottam boldogtalanítól, és aztán letépném legszesebben magamról, tehát, hogy nekem nehéz azt gondolnom, hogy valaki novemberben önként és dalolva felveszi, hogy akkor legalább az influenzát se kapom el, vagy más cseppfertőzésre terjedő betegsége. Hát ha az emberek fele felveszi, akkor az már jó. Amúgy szerintem általában az szokott lenni, a világtörténelemben is így van, hogy az emberiség egyik, egyébként lehet, hogy okosabbik fele gyakran pusztul ki a másik nem annyira okos felétől, mert hogy az nem tartja be a szabályokat, tehát szokott ez így lenni. Ez most engem, ami aggodalommal töltött el, az inkább az, hogy mennyien lesznek, akik például nem veszik fel a második oltást, és hogy tényleg, hogy 14 hónap alatt nem sikerült megérteni azt a szót, hogy vírus. Hogy marad le a szónak a tartalmi része, miszerint fertőző, és hogy gondolja még mindig valaki, hogy ezt ő nem kapta el, mert úgy döntött, hogy majd ő nem kapja el, és hogy ez még nem is konteó, ugye, hanem egy olyan fokú torz önigazolás, amivel iszonyú mennyiségű ember tud maga körül halomra fertőzni. Szóval, hogy ennyiben, csak hogy visszatérjek a 30 év múlva, milyenek lesznek az emberek, annyira jó lenne, hogyha ugye az alfa generáció egy ilyen helyzetben megértené, hogy aha, akkor vigyázni kell magunkra, és másokra, tehát akkor nem én meg én vagyok a fontos, hanem az is, hogy ő is, meg ő is, meg ő is egészséges maradjon, és akkor ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen empátiám a többiek felé. Empátiám, akkor meg egyébként akkor lehet, nem akarok olyan lenni, mint egy kakuk kosórából a kakuk, de az empátia például a közösségi média használatra, mint hogy az 5 perc után csökkenti az önkontrollt, az empátiára nagyon rosszul hat. Tehát, hogy sokkal inkább növeli a narcisztikus működésünket, ami viszont ellene megy az empátiának, és akkor jutunk el oda, hogy most én vigyázzak, ő rá, vigyázom már magára. Aha. És pedig ugye egy vírus helyzetben nem lehet azt csinálni, hogy én majd én vigyázok, ő meg ő vigyázzon, mert vagy együtt vigyázunk, vagy megnézegethetjük magunkat. És ebben az értelemben ez egy edukatív folyamat kéne, hogy legyen, hogy most, hogyha látok valakit, vagy nem tudom, találkozom valakit, most ugye vannak már rendezvények, és akkor kiderül, hogy nincs beoltva, én megkérdezem, hogy miért nincs, hogy időpontja nincs, vagy elvei lettek hirtelen. És hogyha elvei lettek, akkor azért szoktam feltenni néhány kérdést. Csak azért, hogy... Egyre kevesebb barátod lesz, nem? Tehát egy idő után. Hát tudod, ez nem baj. Nem baj, de... Hát azért gondoljuk már magunkat annyira közösségének, hogy azért ennyire figyeljünk egymásra, hogy azért ne, tényleg ne legyen már az, hogy a fele csoport vigyáz a fele meg, valami egészen másban hisz, és azt hiszi, hogy neki van igaza. Hát vigyázzunk magunkra, így meg egymásra, és nagyon örülök, hogy itt voltál. Nagyon én is köszönöm szépen.